A Fidesz szekszárdi frakció vezetője szerint eddig soha nem volt gond a városi segélycsomagok kiosztásával. Szabó Balázs, a szekszárdi városvédők elnöke szerdán tartott sajtótájékoztatót, ahol elmondta, azt gyanítják, hogy nem rászorultsági, hanem egyes esetekben politikai hovatartozás alapján dőlhetett el, kik kapnak a segélycsomagokból, amiket eredetileg a veszélyhelyzet idején nehéz helyzetbe kerülő családoknak szánt Szekszárd város polgármestere. Miután a szociális címlistán szereplő 700 család közül nagyjából 60-an jelezték feléjük, hogy nem kapták meg az egyenként 10 000 forint értékű csomagot, a városvédők közérdekű adatigényléssel fordultak a jegyzőhöz. A csomagosztás koordinálását és lebonyolítását az éjjel Szekszárd tagjaiból álló Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság végezte a polgármester felkérésére. A Fidesz-KDNP frakció vezetője Máté Péter az üggyel kapcsolatban azt mondta, hogy 2006 óta vesz részt az önkormányzati munkában, és az eltelt 14 év alatt eddig soha nem volt gond a szociális juttatásokkal Szekszárdon. Mindig mindenki megkapta a segélycsomagokat, vagy az arra jogosultak a tűzifát. A problémáról soha nem hallottam, hogy valaki a neki szánt csomagot nem kapta volna meg. Kaptak itt nyugdíjasok csomagot, többféle dologba volt csomagosztás, de mindig mindenki, aki rászoruló volt, megkapta, és ez mindig a szociális irodán keresztül ment. Megkerestük Bomba Gábort, az éjjel Szekszárd frakció vezetőjét is, aki elzárkózott az üggyel kapcsolatos bármiféle nyilatkozattól.